November 17-én, jó estét kívánok! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják, amelyben összefoglaljuk az önök számára az elmúlt hét eseményeit. Szociális szolgáltatások Tata városában címmel jelent meg kiadvány, amely online, valamint ingyenes füzet formájában is hozzáférhető. Az idén november 29-én rendezik meg a tatai vadlúd sokadalmat, a madarászok figyelik, a vadlúdak szép számmal érkeznek. Madarak és virágok címmel rendezett irodalmi zenei estet a Szent Márton kamarakórus az elmúlt héten szombaton az Eszterházi kastélyban. Megrendezték az öveges versenyt az Eötvös József gimnáziumban. Látni és látszani országos kampány keretében Tatán láthatósági eszközöket osztottak az autósoknak, illetve a bicikliseknek a rendőrök. Milyen problémával melyik intézmény vagy szervezet foglalkozik? Mikor van ügyfélfogadási idejük és milyen segítségre számíthat tőlük az állampolgár? Ezekre a kérdésekre ad választ a most megjelent Szociális Szolgáltatások Tata városában című kiadvány. A szociális segítésnek a legfontosabb kezdőpontja az, hogy tudom, hogy kihez kell fordulnom. Ezért tartottuk fontosnak, hogy legyen egy olyan kiadvány, ami ott lehet a polcon, bele tudok lapozni, tudom a telefonszámot, tudom, hova írhatok egy e-mailt, vagy hova kell elmennem segítséget kapni. Én nagyon köszönöm azoknak a munkatársaimnak, akik egy árop pályázat keretében ennek a kiadványnak a szerkesztését elvégezték. Nagy köszönet az összes támogató szervezetnek, Tatán, civil szervezeteknek, a város intézményeinek, amelyek ebben a füzetben szerepelnek és elküldték az anyagukat, és köszönet azoknak is, akik most majd ezt eljuttatják a tataiakhoz. Első körben 5000 példányt nyomtattak a kiadványból, amelyhez a város több közintézményében is hozzáférhetnek az érdeklődők. Hiszen hiánypótló a városban, kiderült, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy hova fordulhatnak, milyen szervezetek működnek a városban, amik az ő problémáikra megoldást adhatnak, és ez a kiadvány összegyűjti ezeket. Nem csupán szociális szolgáltató, hanem civil szervezetek is elérhetők a kiadvány által. A tatai civil szervezetek fölött egy szervezetként működünk, és elég sok kulturális programot menedzselünk így a szervezetek részéről. A szociális alapellátás az ugye nem csak a pénzről szól, meg a segítségnyújtásról, illetve a kultúra az is egyfajta segítség. Olyan programokhoz lehet a civil társulás és illetve a civil egyesületek révén kapcsolódni, amik természetesen ingyenesek, ugyanakkor nagyon jó közösségek működnek a városban, és mindazok, akik magányosak, egyedülállók, vagy nem találták meg még eddig a helyüket, azokat ezek a civil szervezetek nyitottan várják, és szerintem olyan sokrétű a városban a civil szervezetek tevékenysége, hogy mindenki találna magának elfoglaltságot. A kiadvány információi online formában is elérhetőek Tataváros honlapján. A riport készítésének reggelén már 2000 vadludat számláltak az Öregtó medrében a madarászok. A hónap végére több ezres, esetleg 10 000-es nagyságrendű téli táborozóra számíthatnak a tataiak. Szerencsére itt az elmúlt napokban már megindultunk. Egy kicsit kezdtünk mi is aggódni, hiszen annyira enyhe volt ez az október-november eleje, hogy ilyenkor mindig később érkeznek a vadlibák, és minden egyes ilyen betörő tavaszi fronttal pedig még inkább elmaradoznak. De azért az idő őket is hajtja, úgyhogy most már éjszakon nem maradtak. Már itt a közelben vannak ezrével, most itt az Öregtavon ma reggel mintegy 2000 vadliba volt már. Vadlibáknak általában az ennél alacsonyabb vízszint, de hát megy lefelé a vízügyes kollégák, keresztik szépen. Egy picit az előző időszak csapadékai miatt elmaradásban vannak. Hát reméljük, hogy ideális vízszint alakul ki megint a tómederben, mint ahogy tavaly is. Ilyenkor a halászat érdekében még inkább le fogják engedni, tehát szinte teljesen, és majd azt követően egy nagyon gyors visszatöltés veszi kezdetét, és hát reméljük, hogy ez az ideális alacsony zátonyokkal tarkított vízszint ki fog alakulni. Az Európában is unikumnak számító tatai Öregtavon évente több tízezer madár pihen a téli hónapokban. 14 éve pedig a Magyar Madártani Egyesület a Szelit Turizmus jegyében a Tatai Vadlúd Sokadalom címmel kétnapos programot szervez a különleges természeti jelenség megismertetésére. Hát az elmúlt két évben egy sorra rácáfolt a valóság az minden előzetes várakozásunkra, hiszen
sorra dőltek meg a rekordok. Tavaly előtt 43 ezer volt a csúcs, tavaly már 53 ezer. Hát nem is tudom, mit merjünk mondani. Ilyen, hogyha ez tendencia, akkor lehet, hogy rekord mennyiség vár ránk. Idén november 28-án, 29-én lesz a sokadalom. Idén a Hortobágyi Nemzeti Park lesz a díszvendégünk, hiszen ők 40 éves nemzeti park, Magyarország első nemzeti parkja, és hát lesznek azok az állat bemutatók, amik az előző években is nagyon népszerűek voltak, gyerekprogramok, játszóház, sok-sok forradbor, hiszen azért hűvösre számítunk már, úgyhogy tényleg mindenkit szeretettel várunk. Márton napján a Szent Márton Kamara Együttes hagyományosan koncerttel örvendezteti meg a zenét szerető közönségét. Minden évben valami új témakör köré csoportosítják a dalokat. Most a Madarak és Virágok címet adták koncertjüknek. És a műsorunkat két részből áll. Az első része nem szorosan virágokról és madarakról szól, hanem inkább a felőtti örvendezés, hogy milyen szép is ez a világ, amiben élünk, és a különböző zeneszerzők ezt más-más módon jelenítik meg. És a második része az, ami igazán már konkrétan madarakról és virágokról szól. Mindig minden koncertünkön megajándékozzuk a közönségünket egy pici jelképes ajándékkal. Most egy pici zsájacsokrot fognak kapni, és piros szalaggal kötöttük át ezt a kis zsája csokrocskát, és ez a piros szalag tulajdonképpen Márton köpenyének, az ő kelméjének egy darabja. A zsája és a szalag jelképek az önzetlen segítség szimbólumai. A koncert az Eszterházi kastélyban volt, amely erre az estére ismét visszakapott valamit régi fényéből, amelyet a kórustagok lelkesedése is fokozott. A kultúra az egy olyan kincs és egy olyan érték, amitől az ember bölcsebb, erősebb és okosabb lesz, talán ezt mondhatjuk, és ez a kórus, de sok egyéb más szerveződés is egyébként a kórussal karöltve a kultúrát képviseli, illetve a kultúrát közvetíti, azt gondolom. És én ezért szeretek részt venni benne, meg ezért gondolom, hogy fontos dolog. Én egy más formációban is éneklek, ez egy ír zenekar, és ott is a zene az ugyanolyan érték és ugyanolyan szép dolog. Tehát én azt gondolom, hogy nem... Tehát nincs kitüntetett, hogy most csak az egyházi a szép, vagy csak a világi és népdalok a szépek. A zene, ha szép, szép. A zene szép, a közös éneklés értéket teremt. Ez a koncerten is kiderült, ahol világi egyházi dalok egyaránt elhangzottak a közönség nagy örömére. Ádám Árpád tanár úr indította el a mára országos hírű versenyt 1980-ban. Kezdetben a megyei diákok számára volt megmérettetési lehetőség, 3 évvel később azonban már országos méretűvé vált. A mai megmérettetésen 26 csapat indul, de ezt megelőzte egy országos válogató, ahol azt jelenti, tehát iskolán kaptak egy feladatsort matematikából és fizikából, és akik ebből megfelelő szinten teljesítettek, ők kerülhettek be ebbe az országos döntőbe. Egy iskola 4 fős csapatból áll, 2 9-es osztályos és 2 10 osztályos diákból, és ők külön-külön versenyeznek fizikából is, matematikából is, a 2 tantárgyba együttesen. A feladatsorokra kérünk mindig segítséget kívülről is, de általában nem érkezik. Most már 35 éve a gimnáziumnak a matematikai és fizikai munkatársasága állítja össze, és ez egy külön, hát teher, de szép feladat az, hogy olyan feladatsort állítsuk össze, ami mindenkinek tetszik és kielégíti a igényét, és kellőképpen nehéz versenyeztetés. Az Öveges József matematika-fizika verseny egyik különlegessége, hogy csapatverseny. Ez egy olyan fajta verseny, ami a kicsiknek van, mondom idézőjelben, tehát 9-10-eseknek, csapatverseny, tehát 9-10-esek együtt szerepelnek, együtt lehet eredményt elérni, ezen kívül pedig egyéni
hogy megmérettetés is van. Ilyen fajta nincs különösebben sok a palettán. A csapatversenynek az nem kell mondanom, mindenki megérti, hogy az együtt dolgozás, az együttműködés az az előnye. Nagyon sok helyen az iparban mindenhol csinálnak olyan foglalkozásokat, hogy csapatépítés, elmennek néhány napra valahova, és a csapatot építik. Ilyenkor megelőzőleg mi a szakkörökön olyan csapatépítéses, mondjuk így, ezzel a modern szóval fölkészülést csinálunk, tehát ahol a gyerekek egymásnak segítenek, az ötleteiket elmondják. Van egy lap, egy ceruza és egy radír. A lapot elkezdem húzni, megállítom a húzást, és a ceruza tovább gördül. Ez azért van, mert a test egymagában tehetetlen, mindig tehetetlen, tehát a mozgását meg szeretné tartani. És azért nem áll meg egyből a ceruza, mert attól a pillanattól kezdve, hogy én megszüntetem a mozgását, a ceruzára ható akadályozó erő kisebb lesz, mint a lapra ható. Szeretem a fizikai kísérleteket, és érdekesnek tartom őket. Versenyzele most jövök? Nem, talán majd jövőre megpróbálom. Melyik a kettőből a nagyobb kedvenc? Fizika, matematika? Matematika egyértelműen. A ceruza gördülése, hiszen matematika-fizika versenyen vagyunk, persze nem ilyen egyszerű. Nyilván egy bonyolult képlet is tartozik hozzá. A kísérletekből levonható következtetésekkel maga a verseny is dolgozik. A jelenségek megoldandó problémaként a feladatlapokon is jelentkeznek. Gergely sem versenyzik ma, de segíti a résztvevőket kísérleteivel. Érdekel a fizika, és szeretnék részt venni. Kísérletet tudok be, és ahhoz kellett gyakorolni, illetve korábban készülni rá, így órákon is. Hát összefüggések, és ezekre rájönni, ez egy, szerintem egy élmény. Egyszer csak így, csak azt látjuk, számokat látunk leírva, aztán észreveszük azt, hogy minden összeáll, az egy nagyon nagy élmény szerintem. Ezen az ágban szeretnék tovább tanulni majd egyetemen is. Mérnök, gépészmérnök, építészeti pályára szeretnék tovább menni. Takács Márton az Eötvös József gimnázium csapatát erősíti. Hát ugye szeretem csinálni ezt a fizikát, meg érdekel is a fizika, és a matematika is, és hát ez ugye a kettőt kombinálja, és így hát megtetszett. Hát itt kísérleteket adnak elő az Eötvös József gimnázium tanulói, érdekes fizikai kísérleteket, és hát ezeket ki is lehet próbálni. Azért sokféle kísérlet van, tehát valószínűleg lesz olyan feladat, amihez ez is kell. A közlekedés biztonság érdekében autósoknak, kerékpárosoknak és gyalogosoknak segít a rendőrség a szabályok betartásában. Alaposan meglepődtek, akiket megállítottak a rendőrök egy ellenőrzés során. Előfordul sajnos, hogy egyrészt nem ismerik a kerékpár kötelező tartozékait, tehát nincsenek tisztában azzal, hogy mivel kell felszerelni a kerékpárt azért, hogy biztonsággal tudjanak biztonságosan közlekedni, valamint a láthatósági mellény viselésére hívjuk fel a figyelmet, mert nagyon fontos nem csak az autósok részéről, hanem a gyalogosok és kerékpárosok részéről is, hogy látszódjanak, hogyha kiszállnak az autóból, illetve hogyha az úttest szélén közlekednek. A figyelemfelhívás nagyon fontos. Az őszi-téli közlekedés, a csúszós utak, a köd mind-mind megnehezíti a közlekedők dolgát. Ez nagyon fontos, főleg szürkületbe este, mert akkora forgalom, hogy kénytelen használni az ember, még ha nem a forgalomban van, akkor is, mert az ebrán is veszélyes átmenni villogó nélkül, mert egy jobbra kicsibbe, ahol telezöld van, ott bizony ráfordulhat az ember az autó, hogy észre se veszi az zebrán, mivel nem villog a lámpám, és az egy nagy előny az autósnak tudni, hogy én is vezetek is, autózok is, úgyhogy nagyon nagy segítség ez. Előre az első prizmám hiányzott, ami lett a bolt előtt, aztán még nem pótoltam, és a világításomat nem tettem föl, az egy ilyen ledes világítás, de most tulajdonképpen nagyon jól jártam, mert azon kívül, hogy figyelmeztettek is rá, hogy azért az jobb, ha fönt van, kaptam egy pót világítást is. Világítás minden szempontból, kaptam egy mellény. Volt valami hiba itt az ellenőrzés során? Olyan aprócskát, rendszámtábla világítás mondjuk. Egyik lámpa égett, egyik nem.
Az a tapasztalat, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek úgy az optikusnál a látásvizsgálatra, illetve mint mondtam, a szervizekben történő átvizsgálásra is, valamint szívesen fogadják azt, hogy mi nem csak büntetünk, hanem ugyanakkor osztunk láthatósági mellényt, karpántot, szilikonos karkötőt, most már kerékpáros lámpát is, tehát a kollégák egyre több úgymond láthatóságot szolgáló eszközöket osztanak ki, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet, bár november 6-ától most már büntetnek is. A rendőrség gesztus értékű ellenőrzése biztosan jó hatással lesz majd a közlekedőkre az utakon. November 12-e a szociális munkanapja. A szociális szférában dolgozókat köszöntötték Tatán is. Nyílt napot rendeztek a Jávorka Sándor szakközépiskolában, ezzel segítve a végzős általános iskolások választását. 257 millió forintos uniós támogatásból megvalósult két 21. századi eszközöket tartalmazó labor az Eötvös József gimnáziumban, amely a természettudományos kísérletezésre alkalmas, és nem csupán az Eötvösös diákok, de 11 kapcsolódó intézmény diákja is kísérletezhetnek ebben a laborban. Szeptembertől működik Tatán Waldorf óvoda, minket a lámpás ünnepségre hívtak. Székely Csaba, a Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója, 1997 óta dolgozik szociális területen. Elsőként ebben az évben hirdette meg a Nemzetközi Szociális Munkások Szövetsége a Szociális Munkanapját. Tata az elsők között szervezett célirányosan programot a nap apropóján. Már a következő évben vettük a bátorságot és megünnepeltük, tehát ha jól emlékszem, akkor Tatán 98 óta ünnepeljük ezt a napot. Először csak magunk, de aztán egyre szélesebb körben. Már azt hiszem, hogy már a közösségnek, a helyi közösségnek a köszönete, vagy elismerése a szociális munkások irányában ez a nap. És ugye tudjuk, hogy hatalmas, hosszú utat járt be ez a terület, mert rengeteg új szolgáltatás alakult, az alapszolgáltatások és a szakellátás teljesen komolyan mondom, hogy egy fejlett nyugat-európai szintet ért el. Ugyanakkor azért van egy pici árnyoldala is ennek a képnek, hiszen a szociális munkások keresik ma a legkevesebbet a különböző közalkalmazotti ágazatban. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez a nap is felhívja a figyelmet, hogy mi nem csak a munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a nemzetgazdaság fejlődéséhez, hanem egy picit fogyasztóként is szeretnénk jobban megjelenni. Az önkormányzatnak kötelezően elvégzendő szociális feladatai vannak. Az intézményhálózat, az infrastruktúra folyamatosan korszerűsödik. A következőkben a humán területre, a munkát végzőkre szeretnének koncentrálni. Most az a része következik a munkának, hogy a humán részét is meg tudjuk erősíteni. A munkatársainknak segíteni tudjunk, hogy ne égjenek ki, kellően motiváltak legyenek. Ebben nagyon nagy segítség a kormánynak az a javaslata, hogy 2015-től egy nagyon komoly béremelés következik be a szociális területen is, mert hogy ez is egy fontos része, természetesen az itt dolgozók keresnek a legkevesebbet az állami szférába, a szociális területen dolgozók. Ez méltatlan, és valóban nagyon fontos, hogy rajtuk is segítsünk. Az elmúlt hónapokban egy áropos pályázat keretében nagyon komoly felmérő munkát végeztünk a város szociális ellátása területén, ugye egy szociális térkép jellegű tanulmány készült, kiadvány készült, és most következik az a része, hogy ezekből az információkból mi mindent tudunk beledolgozni a magyari tervbe, hogy a GISZVEIN programunkba a szociális területnek a megújítását, főleg ennek a humán oldalnak a megújítását, hogy tudjuk megtenni. Én ebben reménykedem, hogy ebben lesznek munkatársaim és segítőim, a szociális területen dolgozók. Az ünnepségen a fenntartó önkormányzat elismerésekkel is kifejezte tiszteletét a területen dolgozók munkája iránt. Büszkék lehetünk azokra a munkatársakra, akik ezen a területen igen-igen komoly és nagy erőfeszítések árán végzik a munkájukat. Igaz, hogy az eszközrendszerük megvan, de azért, ha belegondolunk, a szociális munka az mindig egy empatikus munka, tehát bele kell érezni magát az embernek abban a helyzetben, amiben ezt a tevékenységet végzi, és kedvesnek és mindig szeretetteljesnek kell lenni a másik féllel szemben.
A szociális munka napját a Szociális Alapellátó Intézmény Deák Ferenc utcai épületében rendezték. Ide várták nem csupán azokat a segítőket, akik az önkormányzat intézményeiben dolgoznak, hanem azokat is, akik a városban működő segítő karitatív szervezetek tagjaiként szintén ezen a területen végeznek önkéntes munkát. Kovács Sándorné Ica néni 80 éves. 20 éve már az önkéntes segítők táborának tagja. Én a Szociális Segítő Alapítványnál kezdtem, és utána pedig hát a Szőlőtő Egyesület lett a vége. Hát ezt muszáj. Hát az emberi szeretet az nagyon nagy dolog. Ha szereti az ember a másik társát, és tud neki adni, tehát bármit tud neki adni, amire annak szüksége van, az nekem nagyon jól esik. Inkább még hazulról is elhozom, ami nem kell otthon, és elhozom is, és odaadom annak, aki jobban rá van szorulva. A szociális munka nehéz mentálisan és gyakran fizikailag is. Mégis ezen a területen van a legkevesebb pályaelhagyó. Egyszerűen ez beszippantja az embert. Tehát a segítés az egy hivatás, az egy olyan, hogy aki egyszer megérezte azt, hogy más embereknek segíteni mit jelent, ők nem tudnak erről a pályáról elmenni, annak ellenére, hogy a anyagi részét előbb említettem. Azért azt hozzá kell tennem, hogy a körülmények azért itt aztán nagyon sokat javultak, mert ez az épület is, ahol vagyunk. Ez egy gyönyörű és korszerű épület, ami teljesen megfelel egyébként ennek a munkának a végzéséhez. Pap Katalin 15 éve vezeti a hajléktalan szállót. Én óvónőként kezdtem, aztán gyógypedagógiát tanultam, azon a vonalon dolgoztam is napközis nevelőként a régi kisegítőiskolában. Nagyon szerettem azt is, dolgoztam a csecsemő otthonban óvónőként, imádtam ott dolgozni, de valahogy mindig megvolt bennem egy késztetés, hogy 2-3 év után azért nézzünk körül, és valami más kellene, és aztán jöttem a családsegítőbe, ami már 17 éve, és 3 évig voltam családgondozó, majd aztán átkerültem én a hajléktalan részlegre, és azóta ott vagyok, és azóta valahogy nem akaródzik menni. November 12-e a szociális munkanapja. Tisztelet minden ezen a területen dolgozónak. A Jávorka iskola a tornatermében a képzésről, az iskola által nyújtott lehetőségekről, perspektívákról, szakmákról és tovább tanulási lehetőségekről tartott tájékoztatót Seifert István igazgató. Ma van az első nyílt napunk, tehát a beiskolázásról szól a lendő tanulók részére, tehát 8. osztályos tanulóknak tartottunk egy beiskolázással kapcsolatos tájékoztatót. Egyrészt csináltunk egy kiállítást, amiből egy kis keresztmetszetet próbáltunk bemutatni a szakmákról. Tartottunk egy általános tájékoztatót a lehetőségeinkről, illetve hogy lehet ide bekerülni. Utána nyílt órák, bemutató órákat szerveztünk különböző szakma területeken, és ha ez befejeződik, akkor pedig bemutatjuk az iskolát, a tangazdaságot, tanműhelyt, kollégiumot. Komoly döntés előtt áll gyerek és szülő egyaránt, mert sok szakirányban tanulhatja meg a diák az iskolában a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szakmákat. Az unokámat hoztam erre megbeszélésre, valószínű, hogy ide fog járni ebbe az iskolába. A szomszédomnak a fia ide járt iskolába, és ő motivált bennünk, hogy idehozzuk a gyereket. A szülőknek tökéletes az információ, meg a nagyszülőknek is. Reméljük, hogy szeretni fogja ezt az iskolát. Az érdeklődők bemutató órák keretéből ismerkedtettek meg az iskolában folyó szakmai munkával. A díszkertészet érdekel. Utána is néztünk az iskolának, nekem nagyon tetszik. Hát itt a díszkötészetet ki lehetett próbálni, csináltunk ilyen ajándékokat, és azok is így jók voltak, szóval szerintem ilyesmiket fogunk csinálni. Végzős dísznövény kertész tanulókkal van most itt óránk. A növényházi dísznövénytermesztést tanulják. Ezen belül rengeteg levéllel díszítő, illetve virággal díszítő cserepes, illetve vágott dísznövényeket tanulnak. Óriási mennyiségben szükséges a növényeknek a ismerete, nem csak magyar nyelven, hanem latinul, de a latin név ismerete nélkül tulajdonképpen az írásbeli vizsgamunkát sem tudja megcsinálni. A képzés végén szaktechnikumi ráépülés lehetséges, aki szeretné tovább képezni magát.
A tapasztalat értéke abban, hogy az információ ismeretté váljon nélkülözhetetlen. A tapasztalás megvilágosít. Gondoljunk csak az aha élményre. Ha nem is jelentkezik több diák tatáról fizikusnak, biológusnak, kémikusnak az egyetemre, mint eddig, akkor is az élményen alapuló tanulás lehetőségét megkapták a diákok. Minden beruházás, minden innovációs tevékenység felelősség, de ha nincs, az is felelősség, hiszen akkor anélkül kell boldogulni. Tantestületünk töretlenül hisz abba, hogy mindig a hagyományokat megőrizve, azokat tiszteletben tartva, de az innovációs lehetőségeket igénybe véve, a kor kihívásainak megfelelve akarjunk dolgozni. Ehhez kaptunk most egy nagyon nagy segítséget, egy támopos program keretében a természettudományokat segítő oktató-nevelő munka infrastruktúrális adottságait fejleszthettük. Nagyon komoly eszközparkot alakíthattunk ki, laborokat építhettünk fel, illetve természetesen humán erőforrással, módszertani továbbképzésekkel gyarapodhatunk. Mindez lehetővé teszi, hogy a gimnázium diákjai, a kistérség általános iskolás diákjai és akár Tata civil szervezetei is egy komoly természettudományos központként tekinthessenek a gimnáziumra, és használhassák a gimnázium nyújtotta lehetőségeket. A beruházás mértéke 257 millió forint. Ebből az összegből felépítettünk két olyan laborhelyiséget, amely a 21. századi technikát alkalmazva lehetőséget teremt 18, illetve 36 diák részére egyidejűleg, és ehhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségre, és a laboránsoknak ez a kiszolgáló helység, illetve a kollégáknak, akik ebbe a laborban tanítják a kémia, fizika, földrajz, tantárgyakat, számukra egy tanári helység, ami lehetővé teszi azt, hogy ezekkel az eszközökkel megismerkedjenek és megtanulják ennek a használatát. Tehát amikor a kolléganővel elkezdtünk gondolkodni, hogy ezen a pályázaton részt tudod venni iskola, akkor eleve feltétel volt, hogy már korábban is folyjon ilyen irányú emeletszintű oktatás a adott négy tantárgyból, és ehhez megfelelő szintű képzettségű tanári gárda álljon a készenlétbe. Illetve nagyon nagy szükség volt arra is, hogy az iskolának a korábbi teljesítménye, eredményei tanulmányversenyeken ezt mutassák, ezt a képzésformát, akkor volt csak lehetőség egyáltalán indulni azért a pályázaton. A fejlesztést az intézmény fenntartója, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT, a Tatai Eötvös József Gimnáziummal, valamint Tataváros önkormányzatával szoros együttműködésben valósította meg. A megyében egyedülállóan Tatán lesz egy ilyen centrum, ahol természettudományos képzésnek olyan infrastruktúrális hátterét tudtuk megteremteni, amellyel az itt tanuló fiatalok egy lényegesen magasabb színvonalon sajátíthatják el a tudományt. Az Eötvös József Tudományi Egyetemmel a város egy együttműködési megállapodást kötött nem túl régen, viszont az együttműködésünk már nagyon hosszú ideje tart. Ebben a projektbe is be tudtuk most vonni az ELTE-nek a szakembereit, hiszen például a tananyagfejlesztésnek a felülvizsgálatát, a lektorálását ők végzik el, tehát egy nagyon magas színvonalon fogják igazolni azt, hogy ezek a tananyagfejlesztések megfelelnek-e a mai kor követelményeinek és a szakmaiságnak. Másrésztről pedig az a fejlesztési tervünk, amelyet az együttműködési megállapodásban megfogalmaztunk, vagyis hogy Tata legyen a természettudományos tanár továbbképzés központja. Ebben ez a mostani projekt egy nagyon komoly előrelépés, egy nagy segítség, hiszen részben már erre is alapozhatnak, akkor, amikor ezt az új fejlesztést majd megrajzolják, vagy kialakítjuk közösen. Ez egy olyan létesítmény lesz, ami nem csak a tanulás folyamatát, hanem a diákoknak a természethez, a világunkhoz való hozzáállását, annak megismerését is nagyban elősegíti. Bízunk abban, hogy a tanárok személyisége, szakmai tudásuk, a pedagógiai műhely munka, maga az iskola kultúra nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a diákok számára az a hétköznapokban is egy élmény legyen. Ugye valamikor hallottam azt a mondást, hogy a gyerek az nem az életre készül, hanem él, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert életünknek egy jelentős szakaszát töltjük az iskolában.
tehát a fiatalságunknak meg főleg jelentős szakaszát. Én azt gondolom, hogy olyanná kell tenni az iskolát, hogy a gyerekek oda örömmel menjenek, mert olyan dolgot, amit nem szeret valaki, azt nagyon kinkeservesen tudja csak megtanulni. És én bízom azzal, hogy ezzel a laborral, ezzel a létesítménnyel olyan diákok kerülnek ki majd az ötvös gimnáziumból, akik majd később a mi kis közösségünket majd a saját munkájukkal, a tudásukkal nagyban segíteni fogják. November 11-e Márton napja. A nappalok egyre rövidebbek, az ember pedig vágyik a meleg szobába, ahol fényeket gyújtva ellensúlyozhatja a külső sötétséget. Ebben az időszakban élednek a manók, akik segítik a föld, az erdő téli életét. Az óvodában pedig megjelennek a kismanók a kreatív foglalkozásokon, a mondókákban, jelen vannak az énekekben és felbukkannak a gyerekek játékában. Ezt a hangulatot idézi a lámpás ünnep, amelyet a Waldorf Oviban rendeztek. A báb előadásra gyülekeztek a szülők és gyerekek, amikor ott jártunk. 2 éve szülői kezdeményezéssel indult el az óvodának az ötlete, és most 2014. szeptemberében sikerült elindítani. Nagyon sok helyet néztünk tatán, míg végül erre a családi házra esett a választás, amit szülőkkel közösen varázsoltunk ilyen szép állapotúvá. A gyerekek kreativitására és annak a kibontakoztatására alapuló óvoda, ami tényleg, és azért is mondom, hogy óvoda nem egy intézmény, hanem inkább egy óvodat a szószoros értelmébe, és hagyjuk őket kibontakozni, hogy mindenki, amiben jó, azt tudja erősíteni. A Waldorf Ovi nem az iskola előretolt helyőrsége, nem 0. osztály az oktatási rendszerben, direkt fejlesztés nincs. Mese van, játék, rendszeresség és nyugalom. Nagyon tetszik ez az óvoda, régóta ismerem ezt a filozófiát, a Waldorf filozófiát, és úgymond vártuk, mint a messiást, tatán a Waldorf óvodát, és sikerült is, hogy elinduljon. Személyesen látom, hogy reggel vidáman jön be, szeret ide bejönni. Eddigi óvodai tapasztalatunk sajnos nem ezt mutatták, és nagyon örülünk, hogy ide jár. Mi magunk csináltuk az óvodát is, tehát a festéstől kezdve a takarítás, a függönykészítés, és így össze is forrt a kis csapat. És ugye itt menet közben is vannak programok, ünnepségek, együtt készítjük elő a programokat, ki mit tud belerak. Ez egy ilyen élő közösség, a szülőktől elkezdve a gyerekekig. 15. alkalommal rendezték meg a pályaválasztási kiállítást 2 napon keresztül az elmúlt hétvégén, pénteken és szombaton a tatai edzőtáborban. Pálya átadó volt Tatán, elkészült az új futballpálya. Turista útvonalat jelöltek ki Tatai és Szomot között, illetve országos eseményről tartottak sajtótájékoztatót Tatabányán, ami annyit jelent, hogy eddig országosan 7000, a megyében pedig 275 megváltozott munkaképességű munkavállaló helyezkedett el egy kiemelt országos program kapcsán, amelynek határidejét meghosszabbították. A pályaválasztási kiállításon diákok maguk is népszerűsítették iskolájukat. A komáromi Kempelen Farkas szakközépiskolából Piroska és a Farkas együtt osztogatta a szórólapokat. Nagyon jó, jók a tanárok és a közösség is nagyon jó. Mi leszel, ha nagy leszel? Mire készülsz? Vendéglátás, idegenforgalmat tanulok, szóval pincér. Versegi Pétert épp egy olyan jelmezes farkas fogta meg az iskolának 2 évvel ezelőtt, akinek a gúnyájába ma ő is beöltözött. Mentünk össze-vissza, és akkor is volt ugye ilyen farkas jelmez, viccesnek találtuk, úgyhogy elkértük ezt, kértünk szorólapot az iskolától, meg igazából oda is terveztem a továbbtanulásom, mi az is úgy, ahogy közel van, és ott van az, amit tanulni akarok. Hát, igazából még nem tudom, de vendéglátás turisztikán vagyok én is, úgyhogy pincér, recepciós vagy ilyesmi. Kovács Ákos Dorogról jött, végzős általános iskolás, hogy informálódjon a megyei lehetőségekről. A katonai és a rendészeti dolgok érdekelnek, valamint a vadgazdálkodás és ami kapcsolatos a biológiával. Hát beszélgetek is, a szórólapokat is elolvasom, és kérdezősködök. Hogy döntesz? Hát azt, hogy milyen üzemekkel vannak kapcsolatban, az tényleg, és hogy milyen tanáraik vannak, meg hogy milyen a hangulat az iskolában. A Tatabányai Pécs Antal szakközépiskola évek óta jelen van a kiállításon, és mérik is, hogy a látogatókból diák válik-e.
Mérhető, természetesen mérhető, ugyanis itt mellettünk a standon éppen vegyipari bemutató folyik, illetve az elektronikának a bemutatása, illetve az elektronik szakmacsoport bemutatása, illetve a gépészet és az informatika szakmacsoport bemutatása. Teszteket, totókat töltenek ki a tanulók, e-mail címeket kapunk tőlük, és így kiértékelve az eredményüket tartjuk a kapcsolatot, és hogyha eljönnek hozzánk a nyílt napra, akkor értékes ajándékokat is kaphatnak. Utána pedig meg tudjuk nézni az e-mail címek alapján, illetve a nevek alapján, hogy hány tanulót sikerült elérnünk, és hányan választották a mi szakképzésünket. Szakképzést nem végző, de szakmájukat népszerűsítő intézmények is jelen vannak. A Tatai Kórház standjánál az egészségügyi szakmákról kapnak felvilágosítást az érdeklődők. A fiatalok érdeklődőek, és jönnek, és megnézhetik, kérdeznek, tehát nagyon érdeklődőek, úgyhogy nagyon jó ötletnek tartom, hogy az ápolást, az egészségügyet sokkal közelebb fogjuk tudni hozni hozzájuk. Ezt csináló, a szakmákat szeretnénk közelebb hozni, igen, a fiatalsághoz. Nyilván nem csak az ápolónői tevékenységet, de mondjuk be tudjuk mutatni a gyógytornát, a fizioterápiát, radiológiát, tehát tulajdonképpen egy nagyon széles palett tehát tudunk a mai nap bemutatni a gyerekeknek. A megyei pályaválasztási kiállításra a Tatai edzőtáborba holnap délig még várják az érdeklődőket. Egy újabb sportberuházás érkezett befejező szakaszba. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az új pálya mintegy 81 millió forintba került, de még van mit tenni a tényleges befejezésig. Ahhoz a tervünkhöz, hogy minden tatai gyerek vagy sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon, ahhoz megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani. Éppen ezért nagy öröm, hogy ma bemutathatjuk egy sajtótájékoztató keretében a tataiaknak, hogy létrejött, megvalósult, megépült a város új futballpályája, amely itt a Jávorka iskola mögött azt gondolom, hogy hosszú távon egy komoly nagy sportparadicsom elindítója lehet, mert hogy szeretnénk még ezt folytatni. És ez mellett a pálya mellett egy műfőves pálya is épülne, kettő között lelátót lehetne létrehozni, amely kényelmes mérkőzésnézést biztosíthatna. A pályát a TASZ fiatal labdarúgói avatták föl egy rögtönzött bemutató edzés keretén belül. Nagyon sok visszajelzést kaptam a városból, mindenki nagyon örül ennek a létesítménynek. A játékosaink most először lehetőséget kaptak arra, hogy úgymond stoplis cipőbe is vigyázva a gyepszőnyegre rálépjenek erre a pályára. Nagyon boldog vagyok, nagyon bízom benne, hogy ez a létesítmény meghatározza az elkövetkező évekbe, évtizedekbe a jó tatai labdarúgás alapját. Minden beruházásnak nagyon tudunk örülni, főleg itt Tatán tekintettel arra, hogy néhány évvel ezelőtt megszűnt a labdarúgás, ami nagy érvágás volt a megye labdarúgásának, úgy gondolom, hiszen azért tradíciókkal bíró klubról volt szó, aki NB1, NB2 játszott nem is olyan régen, úgyhogy minden ilyen kezdeményezésnek nagyon tudunk örülni, és örülök annak is, hogy a város és a sportszervezet is megragadta ezt a pályázati lehetőséget, és egy komoly beruházást fog itt megvalósítani. A tervek szerint, ha minden a helyére kerül, a pálya talaja is használhatóvá válik, akkor a tavaszi bajnoki rajton már birtokukba vehetik a labdarúgók a pályát bajnoki mérkőzésen is. A Duna Gerecse Nonprofit Kft. Fontos szerepet játszik a turizmus életében. A Gerecse Naturpark építése, új útvonalak kijelölése, a különböző már meglévő turista útvonalak összekötése is terveik között szerepel. Itt a térségünkben rengeteg az a természeti érték, amelyre az aktív turizmus épülhet. Éppen ezért a jelenleg futó pályázatunk is több aktív turisztika fejlesztésére irányuló elemet tartalmaz. Eredményként hozhatjuk már fel, hogy a tavalyi, illetve az idei évben elkészült több mint 150 kilométer túraútvonalnak a felújítása. Szervezetünk a KEMSZ-szel együttműködve újította fel ezeket az útvonalakat. Itt beszélhetünk a piros, a sárga, illetve a zöld útvonalak felújításáról. A gyalogos túraútvonalakon túl első körben Nordic Walking útvonalak is kijelölésre kerültek, ezek is közel 100 km hosszúságban
Több szervezettel együttműködünk a projektjeink megvalósítása alkalmával. Itt az aktív turisztikai projekteknél nagy segítségünk a KEMSZÖSZ, illetve a természetjáró szakosztály tagjai, valamint az Általér Szövetséget is kiemelném, akikkel több projektet közösen hajtunk végre. A pályázat értelmében a Komárom-Esztergom megyei szövetségek szövetsége felkérte a megyei természetbarát szövetséget, hogy a szakmai kivitelezési munkában aktivizálják magukat. Gyakorlatilag befejeztük most a fölfestést, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy tegnaptól járható, a szakosztályokat, egyesületeket és a Magyar Természetjáró Szövetséget pedig írásban értesítettük, hogy a feladat elvégezve jöhetnek a turisták. Az új jel az Tata vasútállomástól Szomódig a zöld jelzés, onnan már megvan, Szomódtól Dunalmásig, és teljesen vadonatúj a megyében közel 150 kilométeren keresztül a Nordic Walking jelzések, ezeknek egyik 10 kilométeres szakasza az előbb említett Tata, Szomód, Dunalmás szakasz. A szabadidőt hasznosan eltölteni kívánó turisták örülhetnek, mert az újonnan épített, kijelölt útvonalakon új tájakat fedezhetnek fel a Gerecsében. Cseke Anna az elkészült termékeket teszteli egy tatabányai elektronikai alkatrészeket gyártó cégnél. 4 évig volt munkanélküli, és egészségi állapota szerint csökkentett terheléssel dolgozhat. Megváltozott munkaképességű munkavállalóként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati programjának segítségével 2 hónapja dolgozik. Próbálkoztam egyénileg elmenni, de nem sikerült sajnos, és úgy kerültem ide, ide közvetítettek ki, amire elsőre már azt mondták, hogy itt dolgozhatok. Anna teljes munkaidőben dolgozik és teljes körű juttatást kap, beleértve a kafetériát és az úti költségtámogatást is. Szeretnék itt maradni minél tovább, szeretek ide járni, szeretek itt dolgozni. Az Annát foglalkoztató cégnél az 1100 dolgozóból 25 megváltozott munkaképességű. Közülük 5-en jöttek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal programjából. A munkáltató elégedett velük. Nagyon lojálisak a munkavállalók a cég felé, jól védik a munkájukat, odafigyelnek a munkájukra, talán még jobban, mint egy átlagos munkavállaló. A lehetőséget a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyertes pályázata biztosította. 2013 éveleje óta 7000-re jutottak munkához a program támogatásával, hangzott el a témában ma tartott a tatabányai sajtótájékoztatón. A rehabilitációt segítő projekt eddig 4,8 milliárd forintnyi bérköltség támogatást nyújtott azoknak a munkáltatóknak, akik megváltozott munkaképességű embereket kezdtek foglalkoztatni. A korábban leszázalékolt és az orvosi felülvizsgálatok után a foglalkoztatásba ismét visszakerült emberek számára a rehabilitációs program esélyt jelent a munkavállalásra. Komplex rehabilitációjukat segítjük elő, tehát mind szociális, mind orvosi, mind pedig foglalkoztatási és képzési rehabilitációt nyújtunk a program keretében, humán szolgáltatásokat, bérköltségtámogatást, képzési költségtámogatást és úti költségtámogatást tudunk nyújtani számukra. A projekt támogatási szakaszát a mai napon hosszabbították meg, 2015. július 31-éig, és a további támogatásokra még 500 millió forint áll rendelkezésre. A projekt indulása óta eltelt időben kedvezően alakultak a Komárom-Esztergom megyei adatok is. Azt gondolom, nagyon szép adatokról tudunk beszámolni, hiszen közel 1200 ember vonatkozásában több mint 800 megváltozott munkaképességű megyei állampolgárnak segített a szakigazgatási szervünk. Ez azt jelenti, hogy több mint 70%-kal megváltozott munkaképességű állampolgároknak dolgozik. Köszönjük figyelmüket! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták, amely programmal egy hét múlva jelentkezünk majd. Viszontlátás!